Egy időre elhagyva az Alpok térségét, észak felé fordulunk, így újra a Mittelland régióba érkezünk. Ez a hullámos dombvidék Svájc legsűrűbben lakott része. Egyben itt koncentrálódik az ország gazdasága is. A távolban feltűnik Svájc 1484 tava közül a hatodik legnagyobb, a Zürichi-tó. Mint minden mélyebb tó az Alpokban, ez is a jégkorszaki gleccser tevékenységnek köszönheti létét. Legnagyobb mélysége 143 méter, hossza 40, átlagos szélessége pedig 3 kilométer. A tó északi végénél helyezkedik el névadó városa, Zürich. A kérdésre, mi Svájc fővárosa, sokan azonnal rávágják Zürich. Persze mi tudjuk, hogy a helyes válasz Bern, de a nemzetközi vérkeringésbe mégis Zürich kapcsolja be Svájcot, lévén az ország legnagyobb városa és egyben gazdasági centruma. Közel 500 000-an élnek itt. Azon túl, hogy ez a bankvilág egyik központja, jelentős gépiparral, elektronikai és vegyiparral rendelkezik. Persze a műszer és óragyártást se felejtsük el. Rövid óvárosi sétánk alatt azonban a város vallástörténeti szerepével fogunk megismerkedni. A hangulatos, keskeny utcákon először Zürich legrégebbi templomához, a Szent Péter templomhoz érkezünk. A krónikák először 857-ben tesznek róla említést, amikor Lajos német király a leányainak ajándékozta. Tornyán Európa legnagyobb órája található, a maga 8,7 méteres átmérőjével. Mögötte magasodik a Frau Münster, vagyis a mi asszonyunk templomának gótikus tornya. Ezt a templomot is a 800-as években alapították. Sokáig a szomszédságában álló apáca rend használta, de később a protestáns mozgalom előretörésekor a református egyház vette birtokába. Több felújítás után 1911-ben kapta meg végső formáját, míg üvegablakait 1970-ben Marc Chagall festette. Az ablakok bibliai jeleneteket ábrázolnak. Mindegyiknél más-más szín dominál. A négyszögletes szentély középső fő ablakán Jézus életéből vett jeleneteket láthatunk, uralkodó színe a zöld. A tőle jobbra látható sárga ablak a Sion ablak, Dávid királyt és az új Jeruzsálemet ábrázolja. A bal oldalon lévő kék ablakon Jákob látomásait figyelhetjük meg. A szentély északi falán a narancssárga ablak a prófétákat, a déli falon lévő piros és kék ablak pedig a törvényt ábrázolja. Chagall tervezte a kereszthajó déli ablak rózsáját is, amely a teremtést jeleníti meg. A Limma folyó szemközti partján találhatjuk a Grossmünstert, Zürich másik ismert református templomát. Ha már ennyi szó esett a reformációról és a protestáns mozgalmakról, Ulrich Zwingli munkásságát is mindenképpen meg kell említeni. Zwingli 1519-ben lett a zürichi főtemplom lelkésze. Később Lutherrel egy időben lépett fel a római katolikus egyház vallás gyakorlatával szemben, egyházi reformokat követelve, amiért végül 1523-ban eretneknek nyilvánították és kizárták az egyházból. Végül a helyi polgárok nyomására a városi főtanács egy nyilvános vitát hirdetett Zwingli és katolikus ellenfelei között, melyen Zwingli diadalmaskodott. Eredményeképp a templomokból eltávolították a képeket, szobrokat és az oltárokat. Eltörölték a misét és a latin nyelvű igehirdetést, a Bibliát lefordították és elérhetővé tették a hívők számára. Tanításai hatására a reformáció ügye nem csak Zürichben, hanem Bernben és a gazdagabb, műveltebb német kantonokban is nagy lendületet vett. Viszont az öt szegényebb ős kanton határozottan ellenzett minden újítást.
Ezért 1531-ben egy vallásháború tört ki a katolikus és a reformokat támogató protestáns kantonok között. Az ütközetben a katolikusok diadalmaskodtak. Ulrich Zwingli elesett, de a reformáció általa megindított svájci térhódítását már nem lehetett megállítani. Persze az sem véletlen, hogy Svájc volt az az ország, ahol először merték megkérdőjelezni az akkori Európában rendkívüli privilégiumokat élvező Vatikán hatalmi befolyását. A svájciaknak már akkor természetes volt, hogy a sorsukat érintő kérdésekben a saját kezükbe vegyék az irányítást. Tovább utazva észak felé a német határ közelében érjük el Svájc és egyben Nyugat-Európa legfontosabb folyóját, a Rajnát. A folyónak ezt a Bódeni tó és Bázel közötti szakaszát nevezik Felső Rajnának. A víz itt magas partfalak között kígyózik, miközben Schaffhausen városa alatt egy mészkőből álló akadályon keresztül tört utat magának. Mindezt úgy, hogy a meder 23 méterrel alacsonyabban folytatódik. Svájcban ez nem számít rekordmagasságnak, viszont mivel a folyó itt már csak nem 150 méter széles, a zuhatag vízhozamával számít csúcstartónak. Ez Európa legbővízűbb vízesése. Hogy az erejét szemléltessük, képzeljük el, milyen az, amikor másodpercenként 500 000 liter víz zuhan 6-7 emelet mélységbe. A régi mészkőtorlaszból itt-ott még tartja magát néhány szírt, és hogy a kalandra vágyók testközelből is ízelítőt kaphassanak az zuhatag roppant erejéből, kis hajókon megközelíthetik ezeket, sőt a legnagyobbra fel is mászhatnak. Életre szóló élmény. A Rajnával egyébként utazásunk hátra lévő részében még találkozni fogunk. Folyó mentén 20 kilométert felfelé utazva, ahol kilép a Bódeni tóból, ott találjuk Stein am Rhein városát. A
település már a római időkben is nagy jelentőséggel bírt. Mivel itt húzódott a birodalom határa, az alemannok egyre gyakoribb támadásait hárítandó egy fontos erődöt építettek ide. Később, lévén több vízi és szárazföldi út keresztezésénél fekszik, gazdag kereskedővárossá válhatott. A környéken nagy hagyománya van a házfalak freskókkal való díszítésének. A szó szerint festői belvárosban a homlokzatokon különböző történelmi események, hősök és hőstetteik láthatók, néhol a készítés időpontját is feltüntetve.